Vízi infrastruktúra, víz problémák a megyében és azon túl. Mennyire érinti a megyénket, hol van nagyobb probléma? Illetve költségvetés kiigazításról döntött a Kolos megyei tanács. Ezek vannak most terítéken. Vákár Istvánt köszöntöm a megyei tanács elnökét is hozta. Köszönöm szépen a meghívást, kezdjük, kezdjük, talán akkor hát a, a maival a legaktuálisabbal, költségvetés kiigazítás. Lássuk, miről döntöttek ma, mennyi pénz forog kockán, miről van szó? Hát, na, hogyha a nagy számokat nézzük, elég, elég szép összegekkel. A nagy számok vannak, akkor jó. Igen, elég szép összegekkel egészszeredett ki a költségvetésünk, de igazság szerint a legnagyobb összegek a szociális részekre mennek, persze ezek így is jöttek direkt a, a kormánytól, de ugye volt, van egy része, amire mi is határozhattunk, és akkor megelőlegeztük a, a, téli karbantartását az utaknak, ahol 5 millió lejt félretettünk előre vetve, és persze még körülbelül tízet arra, hogy az elkezdett karbantartási munkálatokat tudjuk befejezni. Több, több utat uh, uh, érint ez, de egyik, amelyik így a mi közösségünknek uh, uh, nagyon fontos, a, az a hosszú út, amelyik uh, uh, Magyar Lónától egészen Bórévig megy, uh, ahol Szent László is van. És ott még vannak ilyen elmaradt uh, munkálatok, kisebb... Uh, ez az át, a megyének a határa igen, van igen, ott, és egyébként igen, igen, igen. azért tényleg észrevehető, ahogy átmegyünk Fehér megyébe, é. hogy... Uh, Hát Ott egy cseppet azért. Sok évig, sok évig, mikor erről az útról beszéltem, bizony lesütöttem a szemet, és szégyeltem magam, hogy amiután a hídon átmegyünk, hogy nézett ki a, 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 a még azon a részen, ami még de most már, most már hál' Istennek egészen jó állapotban van. Megjöttek ugye a Fehér a, megyeiek, a nagy Kolozsvár és fele, a Kolozs és, megyei, és, Gödrök, gödrök, göd, 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 hát na, hál' Istennek most az a az az ut az egész ö, szépen van, minden. de még ugye van egy csomó munkát, amik elég drágák az ilyen bejáratok ö, ö, telkekre, vagy házakhoz, vagy akár ö, volt olyan, hogy hidakat kellett kiegészítenünk, még Szent és is, Én voltam a, a polgármester úrral, hogy na, voltak olyan helyzetek uh -huh. is, hogy meg kellett oda, de nem baj, ö, hál' Istennek ezeket... Ö, ezeket Orvosolják, milyen igen. prioritásai vannak a, a a megyének most, illetve hogy melyek azok a problematikusabb, kihívásos ö, részei a, a, hát nem is a költségvetésnek igazából, amire oda kell figyelni ezen túl, szóval majd rátérünk a, köl, a is, mert... A költségvetésnek sok vetőt, ezeket emeltem ki, de ugye vannak, amik a, az EU-s projekteknek a kiegészítésekből még hozzáadhatunk, van egy csomó olyan hely, ahol ahhoz, hogy a munkálatot befejezzek, mivel hogy mindig nőttek az árak, nagyon sok mind nő meg a, a az önrésze a megyének. És ezeket, ezekből a kölcsönhetős kiegész, uh kipotoltuk, kipotoltuk, és pont azért is vetettük elő most a téli karbantartást, a hótakarítást, meg stb. igazándiból nem, tudjuk, nem tudjuk, a... hogy lesz-e még Pluszos uh, kiegészítés, vagy nem? Most, ha ez megvan, akkor hogy uh, Amellett még volt uh a, az ilyen intervenciós alapunkból volt két út, amelyeket megsejtettük a két polgármesteri hivatalnak, és egy iskola. Az, ami minket érdekel, hogy a szováti iskolának a fedelét sikerült megfinanszírozni. Ha jól láttam az a ököltségvetéseket, amit kértek, az anyagra, minden anyagra, ami ott szükség van, arra elég lesz ez a. Az összeg, amit előrevetettünk, ma beszéltem a polgármester úrral is, és mondta, hogy összehívják a, a, az építészeket, lássák, hogy akkor uh -huh. miből teszik ők hozzá azt a munkadíjat, meg, ami, ami hiányzik. Mert sehol nem lehet teljesen egy ilyen projektet teljesen átvenni a finanszírozását, mert akkor már valahogy a megyel projektje kéne legyen, társfinanszírozóként beszállunk ezekben a helyzetekben. Hát jelentős összegekkel egészültek ki azt, azt jegyzeteltem itt ki, a szociális egészségügyi és oktatási terület. Lássuk ezt a Kolozs megyei a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságot, ott, ott mi volt a helyzet? Hát ö, ott ö, nagy, nagy projektekről van szó, és ö, persze ezeket muszáj ö, Ezeket már törvény előírta, legtöbben az a konverziós helyzet van, ahol egy nagy otthont kicsi otthonokká kell változtatni. Ilyen gyermek, a gyermekvédelemben azt kérik, voltak ezek a nagy százával árvaházak, hogy uh -huh, ismerjük, uh -huh. és azt kéri a törvény, hogy a maxim tíz legyen egy ilyen családias ház, ezeknek a konverziója nagyon sokba a is kerül. A minősége, hát új épületek, így van, új épületeket kell építeni, de ugyanakkor vannak másik projektek is, amiket kiegészítettünk ezekkel. Akkor van a Réce keresztúri öreg Otthon, ott is uh, ki kellett uh, egészíteni a költséget, és több, több, mindenre ment, de ezek, ezek úgy uh, valahogy uh, hát a mi hatáskörünkben vannak, de direkt jönnek, úgy van elhatározza a, a, a ami kiegészíti a, a költségvetéseket, hogy ez arra kell, akkor menjen. Ami nem rossz, ami nagyon jó, mert ezt, itt, ezeken a helyeken az életminőséget muszáj állandóan javítani, és óriási a kérelem az öreg otthonokra, hát sajnos még a gyerekotthonokra is. Hogy áll egyébként pénzügyileg a, a megyei tanács? Ütje a széle a hosszát, illetve Most, hogy... Most hála Istennek igen, mert ugye, hogyha pluszos kiegészítésünk van, akkor bizakodva tudunk a jövőre nézni, hogy végig tudjuk vinni ezt a, az évet. Ugyanakkor kitértünk arra is, hogy a személyzeti létrát azt próbálják kicsit kiegészíteni, mert ott ugye tudjuk a... Bánfi kastélyunknak a helyzetét, és ott is fel kéne venni hat embert. Emellett még... Ez körül... még nem oldódott meg? Még ne? még nem, még mindig a kiegészítésben vagyunk. Emellett... Milyennek a gátja, hogy, tehát, hogy hát a törve... nincsen meg a jóváhagyva, hogy akkor felbehetnék, hogy is nem volt. találnak szakembereket? Hát ez is egy nagyon nehéz dolog, hogy szakembereket találni, mert azért legtöbb szakember, persze, nagyon szívesen eljönne, el dolgozni mert egy tanácsnak, de Kolozsváron. Az, hogy oda kimenjen, az egy kicsit bonyolultabb. Van, legalábbis, aki, amit a Ballaferi kollégánk talált, egy nagyon jó szakember, az ajánlatot meg is tettük, a cv -e ott van, aztán lássuk, hogy persze itt versenyvizsga lesz, meg stb., nem szólunk bele, de ugye mindenkinek, hogy felkínáltuk, és próbáljuk minden publikusába tenni, hogy aki gondolja, fel tudja vállalni ezt a hát elég nehéz falatot, Hát ez is egy átétel, Így van. tehát Azért is a, ha látjuk, azért, tématni, minket Őszintén minket. azért is hoztam szóba, mert egyáltalán nem kizárólag a, a költségvetéshez tartozik, hanem hogy uh -huh. tudják az emberek, hogy ezt sem hagyjuk, és szeretnénk persze azt, hogy ez, ez olyan most, hogy működik, hogy felhívni a megyétársat, vagy, vagy kérelmet írni, vagy mit tudom, és úgy jönni, az uh -huh. nem a legjobb. Ott kell szépen egy orra rendünk legyen, egy program, hogy mi szerint mit mutatunk be, ki mit mond, többnyelvű csomó minden, amire oda kell figyelni, és ott felkészült emberekkel legyen. Mi az utóélete? Most ugye találkoztunk, és akkor, hát nem a legutóbb, mikor beszéltünk, mert azóta találkoztunk még en kulturális rendezvényen, ugye, mindenhol ott vagyunk, én is és ön is, de hogy találkoztunk az átadóján ennek Milyen? a Máfi és hát akkor gratuláltam azokhoz a munkálatokhoz. Van-e érdeklődés? Volt-e érdeklődés azóta a kastély iránt? Mert, hogy Azt mondhatom, hogy óriási. óriási. Nem, hogy érdeklődő, hanem óriási. Nem is hittem, hogy ennyi ember, és ennyire vonzott tud lenni. Ugye Milyen utána még volt az a tif rendezvény is, még nagy volt. De hát, naponta, naponta vannak, csoportok vannak, különböző kisebb rendezvényekre is kérik a, a kastélyt, vagy akár mit tudom most, hogy voltak a, a diákoknak, hogy végeztek, és eljöttek fényképezkedni, és na, egy, egy élmény mindenki számára. vagy NGO-k, civil szervezetek hogyan igényelhetik? Hát egyelőre most úgy működik, hogy egy e-mailben kérik a megyei tanácsnak a, a, az egyik kímélcén a vezeté, vezetőségtől és azonnal vagy ö, leg, maximum egy nap késéssel kapnak egy uh -huh. ö, levelet, amiben Eddig tudom, hogy mindenkinek jóva hagyták, de az, hogy be kell tegyük egy órarendbe, Jelen. hogy tudják, hogy hány ember kimegy be, és legyen egy ilyen nyilvántartás. Ennyi az egész lényege, nem igazán volt. Hát visszautasítva olyasmi van, hogy mit tudom én, lagzikat, meg ilyesmiket nem. Volt ilyen kérés is, volt ilyen kérés, és azt inkább nem, nem arra való, nem lehet ott asztalkámot rendezni, egy vagy főzni, vagy hát egy örökségünk. Igen. Nos, lássuk a víz problémákat. Igen, Mi a ez helyzet? Ez ugye kánikula volt már, volt. volt. várvíz is a városban is, és még jön a kánikula a következő. És, és bármikor lehet még ilyen túl, túlnyomó csapadék is. Itt az a gond, hogy ugye látszik nagyon jól, hogy a, a klímánk változik, és nagyon hosszú ez a kánikola, mert eddig is voltak ilyen nagy melegek nem gond, de azért ott már több mint tíz napja, amikor egy ilyen kánikola van, akkor bárhol látszik, hogy a, a víz apad. Voltak elakadások amúgy? Voltak, voltak itt a megyében is elakadások, mezőségen inkább, és olyan helyeken, ahol helyi források vannak be bevonva, és azokkal vannak a tartályok megtöltve. Ahol a nagy vízszállózatra vannak kötve a Tarnicai ö, ö, vízgyűjtőre, ott nincs, ott nincs gond. Pont emiatt van az a nagy költség, amit több száz millió euróért ö, ö, költünk a két megyére, Szilány megye és Kolozs megyére, hogy minél több helyet tudjunk bekötni a nagy vízszállóba, mert ott probléma nincs. Ahol itt is még van egy másik gond is, mert ahol magasan van építve, magasabb a telek, magasabb mm -hmm. helyen van. Ott nincs lehetnek nyomás gondok, hogyha egy bizonyos uh, uh, mennyiség alá csökken a tartályban ez a víz. Ez, ez pont tegnap volt uh, aranyos. Uh, most nem, nem, lónán volt egy uh, ismerős, aki felhívott, hogy Na, vajon mi történik? Valami defekt van, nincs lecsekoltunk, le nincs defekt. Most nincs sehol gond a megyébe, legalábbis a mi részünkön, amit uh, de a Igen, a, de amit a mi ö, ö, vízvállalkozásunk uh -huh. vezet, azon a helyen nincs. Délen azért vannak problémák, a déli részen. Épp ahol ezt akartam a torda Hogy hogyan, állunk, hogyan áll a mi megyénk más megyékkel összehasonlításban esetleg. Ha é, van -e én már az csak az én megyénbe beszéltem uh -huh. északról, délről, mert a déli részen torda és környékes körbe ott egy másik cég vezeti a, a vízvállalatot, nem a, a Kollosz Megye uh -huh. által uh, finanszírozott, de uh, ott vannak gondok, mert ott, ott felmerülnek ezek a száraságok. Mindig tudjuk, várfalva, a községben uh -huh. helyek vannak, hogy fenn van a domtetőn a ház, nincs nyomás. És még van egy másik gond, amit persze mindig megkérjük a lakosságot, amennyire lehet, amennyire csak tudják, gondolják meg, hogy a, a, a szomszédnak is szüksége van a vízre, amikor öntöznek, amikor netán autót mosnak, tán, amikor olyan, dolgokat, ö, olyan dolgokra használják az ivóvizet, amire ö, na, lehet, hogy olyan, olyan időben kell használni, amikor bővelkedünk, mert hála drága itt Erdélyben jól állunk az ivóvízzel, ahhoz képest, hogy mások hogy állnak. De vannak ilyen helyzetek, Szilágy megyében is volt, Zilahon, Például van az egyik víztároló, amely egy magasabb szinten van, és hiába nyomták a pompákat, nem volt elég mennyiségű víz, hogy, és akkor kellett, kellett óra rendszerint adni a vizet, ezt megpróbáltuk, és meg is megértés is kaptunk a vízvállalatnál, hogy vegyük szempontnak elsősorban az embereknek a jólétét, reggel és este legyen biztonsítva a víz, és akkor napközben, mikor az ember dolgozik, hát akkor még teljen az a és Igen. éjjel persze legyen lezárva. A fontos az, hogy az emberek ne éljenek vissza esetleg ezzel, és ez egy, azt hiszem, hogy ezzel az üzenettel záratjuk is ezt a beszélgetést. A kedves nézőink, hogyha hall, látták és hallották ezt, Hát bizony, bizony találkoztunk, személyesen is találkoztatunk olyan esettel, ahol az ivóvizet locsolása is mindenféle igen, használták. Úgyhogy legalább azokban a napokban, amikor ilyen kánikulák vannak, és, és hát vízhiány van, akkor ezeket ne tegyék. Vagy felkérésnek, igen. Így, így van, egy kedves felkérésnek Vákár Istvánnak, a megyei, Kolozs megyei Tanács alelnökének. Köszönöm szépen, hogy itt volt, illetve a további jó munkát a lehetőséget.